Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió hírműsorát, a hírös híreket látják 19 órakor. Most nézzük meg együtt képes tartalomjegyzékünket. Elindult a felújítás, már folynak a munkálatok a Szolnoki úton. Jövő hét elején számos nagy volumenű útfelújítás indul Kecskeméten. Vádat emelnek az ellen a buszsofőr ellen, aki a piaristák terénél halálra gázolt egy fiatal lányt. Elindult a Szolnoki út felújítása. A munkálatok nem csak a könnyebb közlekedést segítik, hanem nagy mértékben hozzájárulnak Kecskeméten a versenyképes termelés feltételeinek javításához, valamint a vállalkozóbarát gazdasági környezet erősítéséhez. A Szolnoki út felújításának menetét mutatta be ma Öveges László Kecskemét főépítésze a projekt nyitó rendezvényén. Az összességében több mint 3 kilométer hosszú útszakaszt két ütemben fogják lezárni, ezzel könnyítve a közlekedést a munkálatok idejére. Az első ütem tehát az úgynevezett Szőlőfürt körforgalomtól a repülőtéri leágazásig tart, a második ütem, az első ütem befejezését követően, az pedig a Szőlőfürt fogadótól tart egészen az aluljáróig. Az ott élők erről tudnak, és ennek megfelelően tudják ütemezni saját teendőiket. A javítási munkálatok első ütemében a lakott területen belüli részek, a Kuruc körút és a Szent István körút közötti körülbelül 1535 méter hosszú útszakaszt újítják fel. Ez érinti a környező utcákat is, a Platter János és a Kandó Kálmán utcát, a Békefasort, a Szent István és a Géza Fejedelem körutat. A második ütemben a lakott területen kívüli részek, a Szent István körút és a Reptéri út közötti körülbelül 1650 méter hosszú útszakaszt renoválják. A utak egy része önkormányzati fenntartású, másik része pedig állami. Nyilván nekünk az önkormányzati fenntartású utakkal kapcsolatosan van felelősségünk. Már régen hozzá kellett volna kezdenünk ezekhez a munkálatokhoz. Hát sajnos a közbeszerzés csúszása miatt most jutottunk oda, hogy a Szolnoki útat föl tudjuk újítani. Arra számítunk, hogyha a Szolnoki út megújul, illetve a többi projekt beindul, akkor sokkal jobb minőségű úton fognak tudni a kecskemétiek, utakon fognak tudni a kecskemétiek közlekedni. A csaknem 886 millió forintos projekt során sor kerül az útburkolat felső rétegének lemarására, kapubehajtók szintreépítésére, aszfaltkötő réteg és aszfaltkopó réteg készítésére, patkarendezésre, csapadékvíz elvezetésére, nyílt árkok építésére, burkolati jelek felfestésére, valamint szükség szerint az útalap megerősítésére, illetve szegélykő bontására és építésére. A munkálatok november végén fejeződnek be. Hétfőn elindulnak a nagy útépítések Kecskemét több pontján, jelentette be ma reggel a sajtótájékoztató, illetve a sajtó munkatársainak Szeberény Gyula Tamás alpolgármester. A Városháza szerint, mivel a kivitelezések mind a személygépjármű forgalmat, mind a tömegközlekedést érintik, ezért az állampolgároktól türelmet kérnek. A pénteki sajtó reggelin elsőként mind a Városháza, mind pedig a lakosság számára kellemetlen híresztelés volt napirenden. Az interneten újra terjedő álhír szerint 2,5 millió forintos támogatás igényelhető lakásfelújításra, korszerűsítésre, és mindehhez nem kell más tenni, mint elmenni az önkormányzathoz és igényelni az összeget. Persze mindebből semmi nem igaz, ám a polgármesteri hivatalhoz tömegével érkeznek ingyenes juttatást igénylő levelek. Az alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy senki ne dőljön be a hazugságoknak. Szeberényi Gyula Tamás bejelentette, hogy hétfőtől nagy útépítési munkák kezdődnek Kecskemét több pontján. A híradónkban bár bemutatott Szolnoki út, továbbá a Buzakalász utca, Kiskörösi út, Mindszenty körút, Szent László körút után megkezdődik a Ceglédi úti óvoda előtt egy leállósáv, valamint a Vízmű utcán a régóta várt kerékpárút építése. A legnagyobb projekt azonban a szintén jövő héten induló Bemutca Kuruc körút csomópontjának átépítése. Az első ütem keretében turbókörforgalom kialakításának munkálatai kezdődnek el, főleg ez utóbbi jelentős forgalomkorlátozással, illetve terelésekkel jár majd. Rövid időszakra teljes útzár is lesz, de erre időben felhívják majd a figyelmet. Ami biztos, mostantól kezdve szükség lesz a Kecskeméten közlekedők türelmére és megértésére.
Vádat emelnek az ellen a buszsofőr ellen, aki februárban a piaristák terén halálra gázolt egy fiatal lányt. Megállapították, hogy a tragédia azért következett be, mert a járművezetője nem tartotta be a KRESZ szabályait. A buszsofőr annak ellenére sem állt meg a kijelölt gyalogátkelőhely előtt, hogy azt a külső sávban egy másik autó megtette. Éjszakai látási viszonyok voltak, de a közvilágítás működött. Az úttest felülete száraz volt és hibátlan. Az elgázolt fiatal lány féktávolságon kívül észlelhető volt. Ennek ellenére nem kapta meg a neki járó elsőbséget. A busz mintegy 10-12 km/h sebességgel ütötte el a lányt, aki először az úttestre, a gépjármű elé esett, majd az alá kerülve olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottat halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja, amely 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ügyében a Kecskeméti Járásbíróság dönt majd. Napokon belül befejeződnek a természettudományi tudástár és élményközpont kialakítási munkálatai a TIT székházában. A közel 500 milliós projekt keretében már folyamatban van a különleges eszközök beszerzése. A nyitást november elejére tervezik. Ez lesz a Délalföld legnagyobb, a Csodák palotájához hasonló létesítménye. Repülő és autószimuláció, Magic Planet, robotok és a virtuális valóság számtalan formáját láthatják és ki is próbálhatják majd az érdeklődők novembertől Kecskeméten a Természettudományi Tudástár és Élményközpontban. A TIT székházban tavasz óta zajló átépítési munkálatok napokon belül befejeződnek. Ez lesz az élményközpontnak a bejárata, itt lesz két olyan előadóterem, az egyik a járműterem, a másik pedig egy természettudományi oktatóterem, ami vadonatúj, tehát ilyen terem nem volt korábban az épületben. A szintén teljes egészében megújult belső terekben, mintegy 1000 négyzetméteren, 5 terem, valamint egy mini planetárium várja majd az érdeklődőket, főként a diákokat. 32 féle foglalkozás megtartására lesz itt lehetőség. A csillagászattól kezdve a robotikán át egészen az elektromos akusztikus kísérletekig. De akik ide belépnek, majd a fizika és a kémia határát feszegető jelenségekkel is szembesülhetnek. Az ezekhez szükséges berendezések gyártása és beszerzése már folyamatban van. A nyitás tervezett dátuma november 1. A november 1-jére terveztük valóban a nyitást. Ebben az esetben az élményközpontnak teljes készültségben kell lennie, tehát az 5 oktatóterem, a planetárium teljes felszereléssel, tematikával, kiképzett tanárokkal, stb. Rendelkezésre kell, hogy álljon. A novemberi nyitás előtt a tervek szerint szeptember 28-án a kutatók éjszakáján rövid időre már kinyitja kapuit az élményközpont, így az érdeklődők ízelítőt kaphatnak majd az intézmény látnivalóiból. Több mint 650 órát mozogtak a kecskeméti nyugdíjasok pénteken délelőtt az Arborétumban. A 17. Mozdulj sportnapra egy igazi sztárvendég is érkezett, de a legfőbb vonzerő a közösen, szabadban töltött idő volt az idősek szerint. Várkonyi András színész, Magyarország Vili bácsia is beállt néhány rúgás erejéig Kecskeméten a Mozdulj sportnapon. Az Arborétum a mai napon megtelt idősekkel, András nem is titkolta megilletődöttségét a vetélkedő megnyitóján. Nagy örömmel jöttem ide, mint a szenior mozgás programnak a nagy követe, úgyhogy a Vili bácsi volt, csak kinézegetek, mert nagyon nagy élmény látni ennyi mozogni vágyó embert. Idén 24 csapat versengett a sportnapon. Több mint 160 idős töltött kellemes perceket a szabadban. Az biztos, hogy nagyon sok szervezés, én nagyon szívesen csinálom, mert látom az örömet az arcokon. Hát meg kellett szerveznem ugye az állomásvezetőket, a zsűritagjait, a sajtót, akkor most Budapestről is vártunk vendégeket, Nagykörösről is jöttek vendégek, tehát volt mit a tejbe aprítani. Az esemény idén csatlakozott a Nyugdíjasok Országos Szövetségének szenior mozgás programjához. Az esemény sorozat célja, hogy országosan 10 000 órányi mozgást teljesítsenek a nyugdíjasok. 9-re jönnek, de már 8 órakor itt vannak, és olyan fél egy körül, 1 óra körül vége van, hát addig hol az egyik állomásra sétálnak, hol a másikra, hol beszélgetnek, tehát
egész délelőtt azért el vannak. A kecskeméti nyugdíjasok így egyetlen délelőtt alatt közel 650 óra mozgást teljesítettek, amivel országosan is kiemelkedően járultak hozzá a kihívás sikeréhez. Egy különleges rendhagyó népzenei foglalkozásnak lehettek részesei a Ceglédi úti óvodába járó gyerekek ma délelőtt. A kecskeméti népzenei napokra érkező táncosok és népzenészek lepték meg őket egy műsorral a Magyar Népdal napja alkalmából. Népzenészek és táncosok látogattak el ma délelőtt a Ceglédi úti óvodába, ahol egy rendhagyó népzenei foglalkozást tartottak a gyerekeknek. A Magyarok Nagyasszonya tánccsoport Felcsikról, a Lajtória zenekar pedig Székelyudvarhelyről érkezett, hogy a kecskeméti népzenei napokon vegyen részt, de előbb még bemutatót tartottak az ovisoknak. A Kárpát-medencéből érkező népzenészek és táncosok bemutatójuk után a gyerekeket is felkérték táncra, hogy együtt ünnepeljék meg a Magyar Népdal napját. A Korvina óvoda Ceglédi úti óvodája 6 éve az Így tedd rá módszer referencia intézménye, a hagyományőrzés elkötelezett óvodája, amely örömmel vesz részt színes és változatos múltunk, népi hagyományaink megélésében. A gyerekek minden nap találkoznak a népi gyermekjátékokkal, táncokkal és dalokkal. Ráadásul ők is nemrég kezdtek el felcsíki népi játékokkal ismerkedni. A Gyümé nevű kártyajáték Kecskemét 650. évfordulójára kiadott változatával lehetett ma játszani az Európa Jövője Egyesület székhelyén. Az országos játéknapra mindenkit vártak, aki szeret játszani és új játékokat megismerni. A harmadik Játszunk mindannyian akción egy kifejezetten kecskeméti kötődésű memória játéké volt a főszerep. A Csiperon részt vett gyerekek már kipróbálták, de a Klapka utcai civil szervezetek házában most bárki játszhatott vele. A korhatár nélküli Gyümi könnyű és vidám családi memória játék. Szabályait ma délután kitalálója és tervezője Szőlősi Péter magyarázta el a társasjáték kedvelőknek. A feladat az, hogy a gyümölcsökből beszerezzük az összes számot, de úgy, hogy a már meglévő lapokat letakarjuk. A gyerekek és felnőttek egyaránt élvezték a közös játékot. A város évfordulóját ünneplő verzió a Gyümölcsök kecskeméti története mellett a megyeszékhely legismertebb fesztiváljait is bemutatja egy leporellón. Schwarzeneggerék Kecskeméten forgatják a Terminátor 6-ot. 4 napon keresztül dolgozik a kecskeméti Mercedes-Benz gyárban a stáb, röppentek fel a hírek egyes sajtóorgánumok weboldalain. Hivatalos megerősítés még nem érkezett ugyan, de a hírek szerint szeptember 21-e és 23-a között, illetve még egyszer 30-án forgat a rendező Tim Miller és a stáb a hatalmas csarnok komplexum karosszéria üzemében. A filmesek még a gyár dolgozói között is keresnek statisztákat 10-20 ezer forint közötti fizetségért cserébe. Az információk alapján a forgatás helyszínéül szolgáló üzemrészeken ezekben a napokban leáll a gyártás is, de ez a cég produktivitását vélhetően nem befolyásolja. Azt pontosan nem tudni, a színészek közül kik érkeznek majd a híres városba, illetve hogy pontosan mely részek otthona lesz az üzem. A film közvetlenül kapcsolódik majd a Terminátor 2-höz, figyelmen kívül hagyva a többi produkciót. Sarah Connort Linda Hamilton alakítja. Arnold Schwarzenegger már július 30-ától Magyarországon tartózkodik. Megye 2-es labdarúgó derbi lesz a hétvégén Kecskeméten. Még kézilabdásaink itthon, NB3-as labdarúgóink és kosarasaink idegenben játszanak. Sportajánlón következik. Múlt héten a Kecskeméti TIE 1-1-es döntetlent játszott a Kozár Mislánnyal a bajnokság 6. fordulójában. A miénk eddig 2 győzelemmel, 3 döntetlennel és 1 vereséggel a tabella 7. helyén állnak. Az NB3 középcsoportjának 7. fordulójában csapatunk a Dunaújváros ellen lép pályára. Ellenfelünk 4 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel a 3. a csoportban. A meccs vasárnap 18 órakor lesz idegenben. A
férfi kézilabdásaink jelenleg a bajnokság első fordulós meccsén szerepelnek az Orosháza ellen. A hétvégén a Kecskeméti NKS női kézilabda csapata is megkezdi a bajnokságot. Az NB1 B-keleti csoportjának első fordulójában a miénk idegenben lépnek pályára. Ellenfelünk az Oxo Energy Orosházi NKC lesz. A meccs vasárnap 18 órakor kezdődik. Ismét lehet tekerni, bemelegíteni a mobilitás hetére Matkó pusztán. Második alkalommal rendezik meg a Matkó 24 kétkerékent. A rendezvény célja, hogy a település utcáin 24 órán keresztül kerékpárosok tekerjenek folyamatosan. Minden versenyző saját képességeihez és teherbírásához mérten szabadon választott időintervallumban kerékpározhat. Regisztrálni egyénileg és csapatosan is lehet. Vasárnap 5:30-kor labdarúgó derbi lesz Kecskeméten. A megyekettes bajnokság 6. fordulójában a tabella 2. helyén álló Kecskeméti LC, a 4. szintén Kecskeméti SC Hírőséget fogadja hazai pályán. A mérkőzés a Széktői Stadion műfüves pályáján lesz. Ma kezdődött a 4. Félegyházi Pékség Kupa nemzetközi férfi felkészülési kosárlabda torna a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnokban. A torna tavalyi győztese a KTE Duna Aszfalt férfi kosárlabda csapata idén is részt vesz a versenyen. A kétnapos kupán 4 csapat küzd egymás ellen. A Temesvár, a Szabadka, Szeged és Kecskemét kosárlabda csapata. Ma a selejtezőket rendezik. A bronzmérkőzésre szombaton 3:45-kor kerül sor, míg a döntő 19 órakor játsszák. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Elindult a felújítás, már folynak a munkálatok a Szolnoki úton. Az összességében több mint 3 kilométer hosszú szakaszt két ütemben fogják lezárni. Jövő hét elején számos nagy volumenű útfelújítás indul Kecskeméten. A kivitelezések a személygépjármű forgalmat és a tömegközlekedést is érintik. Vádat emelnek az ellen a buszsofőr ellen, aki a piaristák terénél halálra gázolt egy fiatal lányt. A tragédia azért következhetett be, mert a járművezetője nem tartotta be a KRESZ szabályait. Közel 500 millióból valósul meg a kecskeméti Csodák palotája. A kialakítási munkálatok néhány napon belül befejeződnek a TIT székházában. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk Kiemelő című magazinműsorunkkal, melyben bemutatjuk az évszázadok örökségeit, vagyis a városunkban megnyílt ipartörténeti kiállítást. Szólunk továbbá arról, melyek az állatvédelmi oktatás legfőbb céljai, és hogyan zajlik ez az iskolákban. Mai vendégünk Öveges László, Kecskemét város főépítésze, aki a város kiemelt útépítéseiről számol be. Finta Zita pedig az új egyetemi tanévről, de még a Dióda Lézerközpontról is mesél stúdiónkban. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím hírös.hu. A hírös híreket ma 21 és 23 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 8 óra 35 perckor ismételjük meg. A Hét című heti hírösszefoglalót szombat és vasárnap 19 óra 30 perckor, illetve hétfő reggel 7 és 8 órától láthatják. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este 7-kor várjuk Önöket. Kedves nézőink, kellemes, pihentető hétvégét kívánok mindannyiuknak, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Szombaton száraz, de szeles idő várható térségünkben. Élénk időnként erős lesz az északnyugati szél. A hőmérséklet 17 és 26 fok között alakul. Vasárnap hajnalban már érdemes lesz betakaróznunk, akár 13 fokos minimumokra is számíthatunk. Napközben 26 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Mérsékelt lesz a nyugati szél, csapadék nem várható. Hétfőn kissé felhős lesz az ég, esernyőkre azonban várhatóan továbbra sem lesz szükség. Mérsékelt lesz a délkeleti szél. A hőmérséklet 12 és 26 fok között ingadozik.